Sziasztok! Ez a videó az ókor egyik legnagyobb hadvezéréről, Nagy Sándorról fog szólni, aki fiatalkora és rövid uralkodási ideje ellenére az ókor legnagyobb birodalmát hozta létre. Nagy Sándor Krisztus előtt 356-ban született Pella városában. Apja, második Filippos, Makedón király volt, aki megalapozta fia Alexandros későbbi sikereit. Második Filipposz egy gyenge és majdnem széteső Makedón királyságból Hellász legjelentősebb államát hozta létre uralkodása során. A Makedón uralkodó sikerét hadseregreformjának a Makedón falangsz bevezetésének köszönhette. Ez az újítás annyiban különbözött a korábban Hellászban használt görög falangstól, hogy míg korábban a harcos katonáknak rövid láncsákkal és nehéz pajzsokkal kellett a formációt tartaniuk, addig Filippos hadseregében csökkentették a pajzsok méretét, a láncsákat viszont meghosszabbították 6 méter hosszúságúra. Ez azért volt óriási siker, mert míg a régebbi görög falangzban a nehéz fegyverzet miatt a hopliták nehezebben tudtak mozogni a formációban, addig Filipposz újonnal kitalált alakzatában viszont gyorsabban mozoghattak a katonák, mivel könnyebb pajzsokat tartottak maguknál, és inkább a hosszú láncsáikkal tartották távol maguktól az ellenfelet. Ha az ellenfél csapatai mégis valahogy átjutottak volna a láncsákon, akkor a közelharcban sem volt egyszerű dolguk a makedon katonákkal, mivel a görög falangzhoz képest nekik hosszabb kardjaik voltak, és ésük során külön is hangsúlyt fektettek a vívás oktatására. Így Filippos egy gyorsabb és hatékonyabb katonai formációt talált ki, amelyel sorozatos sikereket ért el hadjáratai során. Filippos egyik ilyen hadjárata alatt, amikor Potejdája városának ostromát készítette volna elő, hírt kapott fia születéséről. Állítólag a Makedón király ezen a napon még hírt kapott arról is, hogy egyik hadvezére legyőzte az illíreket egy másik hadszintéren, valamint, hogy lovai megnyerték az olimpiai kocsi számot is, így olimpiai bajnokká vált. A nagy sándorkori források még előszeretettel terjesztették azt a hírt is, hogy ezen a napon égett le az ókori világ hét csodájának egyike, az Efezusi Artemis templom. Sándor krónikásai ezt azzal indokolták, hogy Artemis Isten jelen volt személyesen az ifjú Alexandros születésénél, így nem volt otthon, hogy megvédhesse templomát. Ezt az eseményt Sándor kortársai utólagosan egy jelként tekintették, miután az ifjú Makedon király létrehozta világbirodalmát, hogy a templom leégésével az istenek üzentek, hogy az eddigi keleti világrend meg fog dőlni. Minden esetre közel sem lehet százszázalékosan kijelenteni, hogy ez az esemény Alexandros születésével egy napra datálható. Nagy Sándor anyját Olympiásznak hívták. Ő az Epiruszi polisz királyának lánya, és második Filipposz negyedik felesége volt. Második Filipposznak összesen hét felesége volt, közülük olimpiász volt a legjelentősebb, és őt tekintették a király feleségei vezetőjének. A Krisztus előtti IV. században a görög poliszok az egymással vívott különböző belharcaik során teljesen meggyengültek, és emiatt a perzsa birodalom egyre nagyobb befolyást szerzett Hellászban. Így a görögökben felmerült az igény egy hellén emberre, aki legyőzni a perzsákat és visszaszerezni a görög poliszok függetlenségét. Kezdetben Második Filippos szerette volna ezt megvalósítani, de végül fia vitte véghez a görög utópiát. A fiatal Alexandros gyerekkorából számos legenda származott. Az ifjú és csintalan makedon király fidajkáját Lanikének hívták. Neki a bátyja, az a fekete Kleitosz volt, aki az ifjú Alexandrosnak az egyik testőre és korai példaképe lett. Leitos később is harcolt Alexandros oldalán. Az ifjú Makedón királyfit 7 éves korától kezdve anyai nagybátyja az Épeirosi Leonidas nevelte, akitől elsőrangú fizikai nevelést kapott. Egy nagyon ismert nagy Sándor legenda származik ebből az időszakból. Ebben a kicsi Alexandros 10 éves korában apja udvarába egy kereskedő érkezett, és egy drága lovat hozott a Makedón királynak. Csak hogy az udvarból senki sem tudta megülni a lovat, és Filipposz már elküldte volna a kereskedőt. Ekkor a tíz éves Alexandros megkérte apját, hogy hadd nézze meg a lovat, és rájött, hogy azért nem engedi meg az aló senkinek se, hogy meglovagolja, mivel félt a saját árnyékától. Úgyhogy a tíz éves kis Sándor úgy fordította a paripát, hogy az ne lássa a saját árnyékát, így sikerült megülni a lovat. Ezt meglátva apja nagyon boldog lett, és megvette fiának a lovat, aki Bukefallosznak nevezte el az állatot, ami magyarul ökörfejet jelent. Hogy ebből a legendából mi igaz, azt nem lehet megmondani pontosan, minden esetre az biztos, hogy Nagy Sándor lova egészen Indiáig kísérte és hősiesen harcolt vele, a makedon hódító pedig nagyon szerette őt. Az ifjú és tehetséges Alexandroszt 13 éves korától egy új tanító nevelte, Arisztotelész. Ő akkor legjelentősebb filozófusa volt. Második Filipposznak nem volt olcsó Alexandros tanítatása, mivel azért, hogy Arisztotelész elvállalja fiát, a Magedón uralkodónak cserébe újjá kellett építetnie a filozófus szülővárosát, Stragériát, amelyet korábban maga Filippos rombolt le. Arisztotelész a Mielzai nymphák templomában tanította Alexandroszt erkölcsre, orvostudományra, vallásra, logikára, filozófiára és művészetekre. Ez a helyszín olyan volt, mint egy bentlakásos iskola, és nem csak az ifjú királyfi tanult itt, hanem olyan más makedón előkelők is, mint Héfaisztión, Kassandrosz vagy Ptolemájosz, akik később Sándor bizalmasai és hadvezére is lettek. A fiatal Alexandrosz nagyon jó tanulónak bizonyult, és különösen is az Iliász nyűgözte le. Arisztotelész 16 éves koráig tanította a makedón királyfit, és szeretettel gondolt vissza rá, viszont a későbbiekben megromlott a kapcsolatuk. Alexandros 16 éves korától kezdve már apja mellett szolgált az udvarában. Sőt, amikor Filipposz a trákokkal háborúzott, akkor fiára bízta országát, aki teljesen jól helyt az ország élén. 18 éves korában egy még nagyobb feladat várt Alexandrosra, ugyanis apja ellen két jelentős polisz szövetkezett. A Démosztenész vezette Athén és Téba. Velük a Kairóneai csatában összecsaptak a makedón csapatok, ahol a sereg jobb szárnyát Filipposz király, a bal szárnyát pedig Alexandros irányította. A csatában a makedónok először szétverték az athéni sereget, majd a magukra maradó tébait is. Ezt követően Filipposznak már nem volt jelentős rivális a Hellázban, és a Korintosz városában egy szövetséget hozott létre Krisztus előtt 338-ban. Ez egy perzsa ellenes szövetség volt, amelybe az összes görög polisz belépett, kivéve az ekkora már jelentéktelen spártát. A korintosi szövetség vezetője Makedónia lett, és Filipposz megkapta a hegemóni, azaz a legfőbb parancsnoki tisztséget. Ezáltal Filippos megszerezte a Hellas fölötti ellenőrzést, és a szövetséget képviselve egy perzsa ellenes háborúra készült. Ki is küldött Makedon csapatokat kis északnyugati észak részére, hogy építsenek egy hídfőt a perzsák ellen tervezett hadjáratához. De ezt a hadjáratot már nem tudta elindítani a Makedon király. Időközben Alexandros háttérbe szorult apja udvarában, mivel Filippos beleszeretett az egyik tábornokának Attalusznak az unokahugába, Kleopátra Euridikébe, és feleségül is vette. Ez azért is rontott Sándor esélyein, mivel az új királynével ellentétben az ő anyja, Olimpiász nem volt makedón származású, így ha Kleopátra Euridikének fia született volna, akkor ő törvényesebb trónörökese lett volna Filipposznak. Alexandros és apja kapcsolata olyannyira megromlott, hogy a makedón királyfi Krisztus előtt 337-ben elmenekült édesanyjával az udvarból. Velük tartott még Olimpiász bátyja, Epirus városának a királya, első Alexandros is. Miután Dodónába vitte és biztonságba helyezte anyját, Sándor elindult az illírekhez és tőlük kért segítséget. Az illírekbe is fogadták, annak ellenére, hogy Alexandros korában már legyőzte őket egy hadjárat során. Időközben Olimpiás barátja, a Korintoszi Démaratosz, Filipposz király udvarában közben járt a száműzöttek érdekében. Így hat hónappal Alexandros elmenekülése után a makedón uralkodó visszahívta fiát udvarába. Azonban kettejük viszonya továbbra is feszült maradt. Különösen is nagy agodalmat váltott ki Alexandroszban az a helyzet, amikor gyenge elmélyű féltestvére Filippos Archideus számára apja Kária Perzsa kormányzójának a lányát próbálta feleségül kérni. Alexandros azt hitte, hogy ezzel apja féltestvérét akarja örökösének megtenni helyette. Ezért, hogy a házasságot megakadályozza, felbírelt egy Tesszálosz nevű színészt, és a Perzsa kormányzóhoz küldte, hogy győzze meg, hogy inkább Sándornak ajánlja fel lányát. Amikor ezt második Filipposz meghallotta, nagyon lesz a fiát, mondvá, hogy neki egy előkelőbb feleség járna. Ráadásul még az ifjú Alexandros négy barátját, harpalost, Neárkoszt, Ptolemányoszt és Erigiuszt is száműzte országából, a perzsa kormányzóhoz pedig csapatokat küldött, hogy hozzák vissza neki Tessaloszt, hogy megbüntethesse. A helyzet nagyon feszült volt apa és fia között. Így nem is meglepő, hogy Alexandros nagyon dühös volt apjára, és nem véletlenül szerette volna magát Filipposz helyett főistenektől származtatni a későbbiekben. Krisztus előtt 336-ban tartották Alexandros édes testvérének, Kleopátrának, és Olimpiás testvérének, első Alexandrosnak az esküvőjét, amelyre Filipposz király is hivatalos volt. Azonban ez az esemény végzetesnek bizonyult a Makedón uralkodó számára, mivel testőrparancsnoka a meggyilkolta a második Filipposzt. A Makedón király halál hírét óriási megrökönyödés fogadta. A Makedón előkelők és a hadsereg a helyszínen királyák kiáltották ki második Filipposz fiát, Sándort, aki harmadik Alexandros néven lett Makedónia következő uralkodója. Miután Krisztus előtt 336-ban a 20 éves Sándor Makedónia királya lett, könyörtelenül leszámolt a hatalmi ellenfeleivel. Unoka testvérét, amint azt kivégeztette, továbbá megölt két Makedon herceget is, akiket azzal vádolt meg, hogy részt vettek apja meggyilkolásában. Alexandroshoz hasonlóan anyja Olimpiás is kegyetlen bosszút állt férje utolsó szerelmén, Kleopátra Euridikén. Őt és lányát Európát Alexandros anyja elevenen elégette. Szintén nem húzta meg Kleopátra Euridiké unokatestvére Attalusz sem, akit meggyilkoltattak. Harmadik Alexandros rokonai közül egyedül csupán a gyenge elmélyű féltestvérét Filippos Arhidéuszt kímélte meg, akit nem tartott veszélyesnek trónjára. Ő valószínűleg azért lett félkegyelmű, mivel Olimpiás folyamatosan mérgezte Filippos másik fiát, akinek így fokozatosan leromlott az értelmi állapota. Alexandros helyzetét az is nehezítette, hogy több állam is fellázadt ellene. Téba, Athén, Tesszália és a trákok sem fogadták el az új Makedón uralkodót. Alexandros ellenük egy gyors háborút vívott. Elsőként Tesszáliát győzte le, majd ezt meglátva a megrémült Athén is behódolt a Makedón királynak. Ezt követően Sándor Korintoszba ment, ahol apjához hasonlóan a Korintoszi Szövetség élére állt, és megfogadta, hogy legyőzi a perzsákat és megszabadítja a Hellén poliszokat tőlük. Ebből az alkalomból több híres filozófus is felkereste a 20 éves Makedón uralkodót, hogy szerencsét kívánjon neki a vállalkozásához. Viszont a kor egyik legjelentősebb gondolkodója, a hordóban élő diogenész nem látogatta meg Sándort, pedig ekkor éppen Korintoszban tartózkodott. Alexandros ezt nem hagyhatta szó nélkül, és felkereste a filozófust a városban. A találkozásuk idejéből származik az az anekdota, ami arról szól, hogy diogenész a napon sütkérezett, amikor megjelent előtte Sándor Makedón katonáival. Ekkor a húsz éves király megkérdezte a filozófust, hogy mit tehetne érte, mire Diogenész csak annyit válaszolt, hogy álljon arré belőle, mert akarja a napot. Ez a bátor válasz teljesen lenyűgözte a művelt Alexandroszt, aki azt mondta a filozófuson kuncogó katonáinak, hogy bizony, ha nem volnék Alexandrosz, Diogenész szeretnék lenni. Ezt követően Sándornak az volt a fő célja, hogy biztosítsa ország a nyugati határát, hogy azok nehogy megtámadják Makedóniát, amíg ők a perzsákkal hadakoznak keleten. Ezért Krisztus előtt 334-ig több olyan háborút is vívott, aminek a célja a makedónok területeinek a biztosítása és a biztonságos határvonal kiépítése volt. Krisztus előtt 334-ben a trákok és az illírek ellen vívott egy háborút, ahol legyőzte a két népet és még országukba is átment fosztogatni, hogy elrettentse őket. Így a makedón határ északi és nyugati része biztosítva lett, és a két nép tényleg nem is támadta meg országát, amíg Sándor keleten hadakozott. Viszont ameddig a trákokat és az illíreket éjszakon leverte, addig Athén és Téba újra fellázadt ellene. Athén városában Démosztenész azt terjesztette Sándorról, hogy a Makedón király meghalt a trákok elleni háborúban, míg Tébában pedig egy harmadik Dareios Perzsa király által támogatott csoport fellázadt és elűzte az Alexandrosszal szövetséges kormányzatot a poli széléről. Amikor Sándor ezt meghallotta, nagyon megharagudott és eldöntötte, hogy példát fog statuálni. Ezért Krisztus előtt 335-ben Téba városát a földig rombolta le, és az ott élő férfiakat mind lemészárolta, a nőket és a gyerekeket pedig eladta rabszolgának. Ezen kívül a város területét még szövetségesei között fel is osztotta. Ezzel az egész akcióval Sándornak az volt a célja, hogy megfélemlítse a többi poliszt, ami sikerült is neki, mert az eset után Athén megijedt és behódolt Alexandrosnak. Ráadásul ezt a durva tettet Sándor nem is a saját nevében hajtotta végre, mivel összehívta a korintoszi szövetséget, ahol a résztvevő tagok jóvá hagyták a cselekedetét, így a szövetség legitimálta neki az egyik legjelentősebb görög polisz lerombolását. Innentől kezdve Sándor biztosítva érezte pozícióját, mind Hellaszon belül, mind pedig az országhatárokon kívül, így elindulhatott Persia ellen. Azonban hátrányosan érintette, hogy a görögökkel és a környező népekkel való hadakozás igen költségesnek bizonyult, így a makedón uralkodónak a perzsák elleni hadjárat előtt nem igazán maradt pénze. Nagy Sándor azzal az ürügyjel támadta meg harmadik Dareios perzsa Birodalmát, hogy bosszút álljon a korábbi görög-perzsa háborúkért, amikor első Dareios, illetve Szerxész megtámadta a görögöket. Csak hogy ez a háború ekkora már nagyjából 150 éve volt a két fél között, így igazából ezt az érvet csak egy ürügyként használta a hódító expedíciójához. Alexandros seregével Krisztus előtt 334-ben átkelt kis -Ázsiába. Egyik legfőbb hívét, Antipatroszt otthon hagyta Makedóniában, és kinevezte Európa stratégoszává, amely értelmében ő ügyelt arra, hogy Hellászban ne törjön ki felkelés Alexandros ellen, amíg a perzsákkal hadakozik. Sándor seregében utazott Arisztotelész egyik rokona, Kallisztenész, akit a makedón király azzal bízott meg, hogy egyzetelje fel a hadjárat a fontosabb eseményeit. Értelemszerűen Kallisztenész elfogultan írta meg a történeteit, és igyekezett a királyát minél jobb színben feltüntetni. Viszont Kallisztenész munkája mára már elveszett. Sőt, valójában Nagy Sándor korából nem maradt fenn egyetlen történeti munka sem, csak néhány régészeti lelet. Amilyen források ránk maradtak, azok csak másodlagos források és csak évszázadokkal a Makedon hódító halála után keletkeztek. Így Nagy Sándor történetéből nagyon nehéz megállapítani azt, hogy mi is a valóság és mégis a legendás elemek bennük. Az egyik legjelentősebb nagy Sándor életet bemutató munka Diodoroshoz köthető, aki több korabeli forrást is felhasznált munkájához. Diodórosz alapján Nagy Sándor kis Ázsiába átkelő seregének a gyalogságában 12.000 makedón katona, 7.000 görög hoplita, 5.000 zsoldos, 7.000 trák és illír katona és 1.000 iász és rárdavető tartózkodott. A lovasságot pedig 1.800 makedón, szintén 1.800 tesszáliai, 600 görög és 900 pain és trák katona alkotta. Ez az értékhez hozzájött még az a 10.000 makedón gyalogos és lovas, akiket még második Filipposz küldött ki előőrsnek. Így összesen nagyjából egy 48 ezer fős gyalogság és egy 6100 fős lovasság állt Sándor rendelkezésére. Ehhez hozzájött még 160 gája, amely a Makedón hajóhadat alkotta. A flottáját tekintve volt a legjobban elmaradva a Makedón sereg létszáma a perzsájéhoz képest, ugyanis harmadik osznak nagyjából 400 gája állt rendelkezésére. A görög sereg etnikailag vegyes volt, viszont mindenki motiválva volt Sándor katonái közül. A görögök és a makedónok bosszút akartak állni a perzsákon a 150 évvel korábbi háborúért, az illírek és a trákok pedig a zsákmányszerzés szerzés reménye miatt voltak motiválva. Ezzel szemben a szintén etnikailag vegyes perzsa hadsereg nem volt annyira motivált a görögök megállításában. A sereg gyalogságát gyengítette, hogy az óriási birodalom különböző népei között gyakran volt ellentét, ami rontotta a hadi morált. Szintén nem kedvezett a perzsáknak, hogy nagyon kevés képzett katonájuk volt, és a többség rosszul volt felszerelve. Egyedül a halhatatlanok elit és a seregükben harcoló görög zsoldos katonákat érdemes kiemelni. Görög zsoldosok azért harcoltak a perzsa seregben, mivel ők nagyon ellenezték a makedón hegemóniát Hellászban. Így Nagy Sándorban a görög poliszok elnyomóját látták. Egyedül a perzsa lovasság volt világszínvonalú, viszont őket csak a sík tudták hatékonyan használni szintén javított Alexandrosz helyzetén, hogy serege jelentős helyismerettel is rendelkezett, mivel a perzsák szolgálatából kivált görög katonák, illetve a korábban Ázsiát bejárt kereskedők is voltak a csapatában. Amíg Sándor katonáit átszállították a Hellészpontoson, addig igyekezett hasznosan tölteni az időt. Ezért hű tanácsadójával és gyerekkori barátjával, Héfaisztionnal elment Trója városába, ahol tiszteletét tették a trójai háborúban harcolt hősök emléke előtt. Az első komolyabb összecsapás a hadjárat során a Gránikosz folyónál volt, ahol Alexandros legyőzte a helyi szatrapát, azaz helytartót, a Rodoszi Memnon. Memnon egy harmadik Dereiosz szolgálatában álló zsoldos vezér volt, aki görög zsoldos csapataival Sándor ellen küzdött. A csata egy kemény küzdelmet hozott, és majdnem Alexandrosz is életét vesztette benne. Hűséges katonája Fekete Kleitosz mentette meg az életét a Makedón királynak. Miután Alexandros legyőzte Memnont, a tartomány fővárosába, Sardisba ment, amelynek gazdag kincstárából lett pénze kifizetnie a hadseregét. Ezt követően Alexandros sorra szabadította fel a kisázsiai görög poliszokat. Mivel a Makedon királynak még mindig nem volt nagyon sok pénze, ezért csak akkor vetett be fegyveres haderőt, ha arra feltétlenül szükség volt. Azért, hogy új hódításait elfogadják, Alexandros nem engedélyezte katonáinak az új területek kirablását sem. Ezzel a tettel maga mellé állította a kisázsiai görög városokat, amik így maguktól átálltak Alexandros oldalára. Nagy Sándor ezeknek a városoknak visszaadta alkotmányukat és beszüntette a perzsák által kirót adókat. Ráadásul még a helyi elittel is kiegyezett, akik a városok élén maradhattak. Ezekkel az intézkedésekkel nagyon népszerű lett a területeken. Viszont a poliszoktól megkövetelte azt, hogy hadi hozzájárulást fizessenek a perzsák elleni hadjáratához, és hogy fogadják el a politikai akaratát, valamint embereivel ellenőriztette a helyi előkelők munkáját. Ennek a kíméletes bánásmódnak, amit Alexandros alkalmazott, több előnye is volt. Egyrészt, mivel sok esetben nem kellett fegyveres ellenállást alkalmaznia, ezért nem fogyatkozott a katona állománya. Másrészt pedig a lakosok is együttműködőbbek lettek így, és fizették az adót, majd később pedig katonának is beálltak. Ráadásul ezzel még a hadizsákmánya sem csökkent a makedón seregnek, mivel a városok kincstárait elfoglalta, és harmadik Dareios kincseit elvette belőle. Így nagyon népszerű volt Sándor a kis-ázsiai poliszokban. A térségben csupán két várost kellett fegyveres erővel elfoglalnia Alexandrosnak, Milétoszt és Halikárnaszoszt. Milétosz azért is volt egy jelentős hely, mivel a közelében egy nagy létszámú 400 hajóból álló Persza-flotta állomásozott, így a városvédők remélték, hogy az majd megsegíti őket Sándor ellen. Csak, hogy a Makedón flotta vezetőjének, Nikánornak az irányításával a makedónok elzárták a perzsa hajók útját, így azok nem tudtak segíteni a várostvédőknek. Végül egy hosszú és nehéz ostrom során Sándor seregei bevették a várost szintén egy hosszú ostromot vívtak a makedón katonák Halikarnasztosz városánál, amely helyett az ide menekült Memnon vezetésével hősiesen védték a görög zsoldosok, így nagy veszteséget okoztak Alexandros seregében. Viszont a makedónok végül bevették a várost. Ráadásul nem sokkal az ütközet után még Memnon is meghalt. A hős görög katonának az özvegyét bárszínének hívták. Vele Alexandros nagyon emberségesen bánt, és hadvezérének Paranionnak a tanácsára a szeretőjévé tette a nála négy évvel idősebb nőt. Kettejük kapcsolatából pár év múlva még egy gyermek is született, aki a Héráklész nevet kapta. Harikarnasszosz bevétele után Nagy Sándor Gordium városába ment, amely csata nélkül behódolt neki. Ebből az időszakból származik a Gordiusi csomó megoldásának legendája. Ebben a legendában, Gordium városában volt egy olyan csomó, amely kibogozhatatlannak bizonyult, és azt terjesztették róla, hogy aki ezt ki tudja oldani, az Ázsia királyává fog válni egyszer. A legenda alapján Alexandros nem teketóriázott sokat, hanem kettévágta a csomót kardjával, így kioldotta azt. Krisztus előtt 333-ban Alexandros elfoglalta Kis-Ázsia déli partvidékének városait. Ezt azért csinálta, hogy gyengítse a túlerőben lévő perzsa flottát mivel így azok nem tudtak kikötni kis -Ázsiában. Nagy Sándor seregével Iszosznál megütközött a harmadik Dareios vezette perzsa csapatok ellen. A csatában hiába volt több mint négyszeres a perzsa túlerő, mégsem tudtak ebből előnyt kovácsolni, mivel Alexandros ügyesen egy szűk tengerparti területre vezette csapatát, így egyszerre nem tudott annyi perzsa katona küzdeni a makedónok ellen. A csatában Alexandros egy óriási győzelmet aratott, és még a perzsa király Dareios is elmenekült a helyszínről. Ráadásul harmadik Dareios olyan gyorsan és hirtelen futott el a harcvezőről, hogy hátrahagyta feleségét, két lányát és anyját Sisi is, valamint rengeteg perzsakincset. Állítólag, amikor Sisi először találkozott Nagy Sándorral, akkor a Makedón királyt összekeverte hű tanácsadójával, Héfaistionnal, mivel Héfaisztion magasabb és jóképű volt a kis növésű Sándornál. Alexandros ennek ellenére nagyon emberségesen és lovagiasan bánt a perzsa előkelő nőkkel, akik megkedvelték az ifjú Makenón királyt. Nagy Sándor isszasi győzelmével biztosította az égei tenger és Kisázsia megszerzését, így kezdeti célját már megvalósította. Harmadik Dereiosz nem sokkal az iszaszi vereség után megpróbált volna békét kötni Sándorral, és neki adta volna a már megszerzett területeit, illetve rengeteg kincset is mellé. Azonban Nagy Sándor nem fogadta el az ajánlatot, mivel az iszoszi győzelmet követően hadjáratának már a perzsa birodalom elfoglalása lett a végső célja. Viszont harmadik Dareios elmenekülő csapatait mégsem üldözte a Makedon király, mivel inkább délfelé fordult, hogy a földközi tenger mentén fekvő kikötőket elfoglalhassa. Erre azért volt szüksége, mivel a perzsa hajóhad jóval nagyobb volt, mint a Makedon, viszont azzal, hogy elfoglalta az összes kikötőt a térségben, a perzsa flotta sehol sem tudott kikötni, így nem is tudták hasznosítani azt. A makedón csapatok Krisztus előtt 332-ben sorra foglalták el a föníciai kikötőket. A legtöbb város nem fejtett ki ellenállást a makedón hódítónak, így ők meg is tarthatták korábbi önkormányzatukat, és sokszor a korábban a perzsák által kijelölt szatrapát hagyta meg az aktuális város élén. Az egyetlen föníciai kikötő, amely ellenállt a makedón seregnek, az Tűrosz városa volt. Tűrosz városa egy szigeten állt a földközi tengeren, amelyet nagyon nehezen tudtak csak elfoglalni egy hosszú, hét hónapos kemény ostrom után végül csak úgy tudta Nagy Sándor bevenni a várost, hogy a már megszerzett ó tűroszt a földig rombolta le, és a városrész romaiból pedig egy hidat építetett új tűrosz felé, amelyet így már el tudtak foglalni katonái. A csata után Alexandros példát akart statuálni, és elrettenteni a többi várost a hasonló ellenállástól, ezért minden tűroszi férfit megöletett, a nőket és a gyerekeket pedig eladta rabszolgának. Sándor elrettentése bevált, és a Tűroszból Egyiptomba vezető városok sorra meg is adták magukat neki. Egyedül Gáza városa fejtett ki ellenállást a makedónok ellen. Ezt az erődöt egy magas dombra építették, és nagyon meg is erősítették, így a makedón katonák csak három sikertelen ostrom után tudták bevenni, nagy veszteségek árán. Így Tűroszhoz hasonlóan példát akar statuálni Alexandrosz, és a katonakorú férfiakat kivégeztette, a nőket és gyerekeket pedig eladta rabszolgának. Különösen is kegyetlenül járt el a várost védő perzsa parancsnokkal, Batisszal, akit egy harci szekérhez köttetett és halára monszoltatott. Ezt követően Nagy Sándor már Egyiptom közelébe ért. Amikor elérte Egyiptom határát, a térség perzsa szatrapája, mazakkész megadta magát neki, így Nagy Sándornak nem kellett erőszakot alkalmaznia, hanem csak ünnepélyesen bevonult az országba. A makedón király meg is a Mazakész tettét és busásan megjutalmazta a korábbi szatrapát. Nagy Sándor igyekezett volna elnyerni az egyiptomi arisztokrácia bizalmát és támogatását. Ezért meghagyta a helyi közigazgatási szokásokat, illetve helyreállította a perzsák által elhanyagolt templomokat, és sokszor még új emlékműveket is emelt az egyiptomi isteneknek. Ráadásul még a helyi hitvilágba is beépült, ugyanis Héliopozba ment, ahol Fáraónak kiáltatta ki magát, és Memphisben a Pták templomban pedig ünnepélyesen Fáróvá koronázták. Sőt, még Krisztus előtt 331 márciusában el is ment az egyiptomi napisten Ámon Ré híres jósdájához is a Szíva oázisba. Itt azt jósolták neki, hogy ő a napisten fia, amelyet büszkén vallott a későbbiekben is. Szintén ebben az évben januárban egy várost is alapított a Nílus torkolatánál, amelyet saját magáról Alexandriának nevezett el. Nagy Sándor rengeteg várost alapított hódító hadjáratai során, és a többségüket magáról Alexandriának nevezte el. Viszont ez az egyiptomi Alexandria vált a legjelentősebbé közülük, és a későbbiekben az ország fővárosa és az ókori világ kulturális központja lett. Időközben Hellászban harmadik Agis spártai király fellázadt a makedónok ellen, viszont a megalopoliszi csatában az otthon maradó helytartó Antipatros sikeresen visszaverte a spártai lázadást, és még harmadik Agis király is elesett. Így véglegesen is megszűnt a veszélye annak, hogy Nagy Sándort hátba támadják. Szintén Krisztus előtt 331-ben harmadik Dareios egy újabb békét szeretett volna kötni Nagy Sándorral. Ebben felajánlotta a Makedon király számára birodalmának az Eufrátesztől nyugatra húzódó területeit, és jelentős kincseket adott volna még Sándornak. A béke kifejezetten kedvező ajánlat volt a makedónok számára, mivel a perzsák nagyvárosaiban tele voltak aranyjal a kincstárak, és a hadseregük még mindig nagyobb létszámmal rendelkezett, mint a makedónoki. Azonban Alexandros ezt sem volt hajlandó elfogadni, és a perzsák ellen készült. Nagy Sándor seregével átkelt a Tigrisen és az Eufrátesen, és szeptemberben Gauga Mélánál csatát vállalt harmadik Dareiosszal, amely kifejezetten kockázatos helyszín volt, mivel a széles és sík harcvező a túlerőben lévő perzsáknak kedvezett. Alexandros viszont ennek ellenére azért akart minél gyorsabban összecsapni a perzsákkal, mivel tisztában volt a hatalmas birodalom legfőbb gyengeségeivel. Harmadik Dareios birodalmának egyik fő gyengesége pont az óriási területe volt, mivel emiatt a perzsa sereg is szét volt szóródva benne, és nagyon sok időbe telt, mire össze tudta szedni a csapatait. Ezt Sándor felismerte, és minél hamarabb megütközött volna a perzsa királlyal, amíg az nem tudja egyesíteni a komplet seregét. Szintén a perzsák gyengesége volt az a tény is, hogy harmadik Dareios kezében összpontosult minden. Ez az abszolútista rendszer abból a szempontból ugyan előnyös volt, hogy nagyon gyorsan tudta megvalósítani az akaratát az uralkodó, viszont olyan téren hátrányt jelentett, hogy ha harmadik Dareios sikerült kivenni a gépezetből, akkor onnantól kezdve káosz lesz a birodalmában. Nem véletlen esett szét Isosnál is a perzsa haderő, amikor harmadik Dareios elmenekült a helyszínről, és ezért Sándor Gaugamélánál is közvetlenül a perzsa király tervezte megtámadni. A Gaugamélai csatában egy nagyon kiegyenlített küzdelem volt a makedónok és a perzsák között. Harmadik Dareios megerősítette a seregét, és kazákkal szerelte fel a perzsa harci szekereket, hogy szét tudják törni a makedónok hosszú dárdáit. Ráadásul széles terepen is zajlott a hadi esemény, így a perzsák ezúttal ki tudták használni a létszámförényükből származó előnyüket. Nagy Sándor ezért ebben a csatában egy elhárító harcot folytatott, és próbálta visszaverni a perzsák harci szekereit és elefántjait. A legjobb embereit pedig tartogatta a döntő manőverre, amit Dareios ellen akart intézni. Ez a taktika be is vált neki, mivel a türelmetlen Dareios elküldte a lovasait, hogy támadják meg a makedon jobb szárnyat. Így viszont rövid ideig védtelenné vált a perzsa király. Ezt a helyzetet Sándor felismerte, és seregével gyorsan lecsapott Dariusra. A perzsa király Issoshoz hasonlóan itt is nagyon megrémült, és elmenekült Sándor elől. Innentől a perzsa sereg is megzavarodott, és a makedónok könnyedén legyőzték őket. Nagy Sándor ezzel a győzelemmel lényegében megsemmisítette a perzsa haderőt, és megindult a birodalom elfoglalására. A gaugamélai győzelem után Sándor hazaküldte Hellászba a görög katonáit, mivel őket nem tekintette annyira megbízhatónak, mint a makedónokat. Létszámukat pedig innentől kezdve perzsa katonákkal pótolta. A gaugamélai győzelem után Nagy Sándor elsőként Babilon városához érkezett, ahol a babiloni szatrapa Mazáeusz megadta magát a makedón királynak. Alexandros ezt meg is hálálta neki, és kinevezte Babilon helytartójává, a város pedig nem fosztotta ki, katonáit helyette ajándékokkal kárpótolta ezzel elnyerte a babiloni lakosok szimpátiáját is. Szintén harc nélkül foglalt el Sándor egy másik jelentős perzsa várost, Szúzát is. Őket sem fosztotta ki, viszont harmadik Dareios királyi kincstárát elfoglalta, mivel az tele volt pénzzel. A sikerek hatására Sándor előtt már egy új cél lebegett. Most már nem csak Perzsiát akarta elfoglalni, hanem egész Ázsiát megszerezte volna magának. Ázsia végpontjaként a Hellének Indiát tekintették, mert addig terjedt csupán a földrajzi ismeretük. Így Alexandros gyorsan befejezte volna Persia meghódítását, és utána pedig Indiát akarta volna megszerezni. Krisztus előtt 330. januárjában a Perzsa fővárost persze is bevette Nagy Sándor. Ezzel a várossal azonban nem járt el olyan kegyesen, mint a korábbi Perzsa nagyvárosokkal, mivel engedélyezte katonáinak, hogy néhány napig kifoszthassák a Perzsa fővárost. Nagy Sándor öt hónapig tartózkodott a Perzsa fővárosban, és harmadik Darius királyi trónjából irányította birodalmát. Érdekesség, hogy a kisnövésű Sándornak állítólag túlságosan magas volt a perzsa trón, és a lába nem érte el a legalacsonyabb fokát. Ezért Alexandros egy asztalt rakatott a lába alá, hogy kényelmesen ülhessen a trónon. Tehát Nagy Sándor a nagy jelzőt nem a testi méretére, hanem a katonai tetteire és hódításaira kapta. Alexandros Persepolisban tartózkodása idején felgyulladt első Szerxész keleti palotája, és a tűzvész átterjedt a városra is. Sokan a tűzvészt a Makedón királynak tulajdonították, és a perzsák körében népszerűtlenné vált az esemény után. Több elmélet is volt arra, hogy hogyan gyulladt fel a korábbi perzsa főváros. Ezek az elméletek a részek lesettől kezdve odáig fajultak, hogy Alexandros ezzel egy szándékos bosszút akart állni Szerxészen, mivel az egykori perzsa királya görög-perzsa háborúk idején felgyújtotta az athéni akropoliszt. A forrás hiány miatt az igazságot nehéz kideríteni a tűzvészel kapcsolatban, minden esetre az megállapítható, hogy Sándor a város kifosztásával és a tűzzel mindenképpen jelezte a perzsa lakosoknak, hogy a korábbi birodalmuk végleg megszűnt létezni. Eközben az elmenekült perzsa király, harmadik Dareios először médiába ment, majd Baktriába, ahol rokon a Bészosz volt a helyi szatrapa. Azonban a nehéz helyzetben lévő Darius nem, nemhogy nem kapott segítséget rokonától, hanem az még el is fogadta a perzsa uralkodót, és felajánlotta Alexandrosnak azért cserébe, ha övé maradhat és független lehet baktria. Nagy Sándor azonban hallani sem akart Bessos ajánlatáról, így az meggyilkoltatta fogját, és kikiáltatta magát utódjának ötödik Arta Szerxész néven, majd elmenekült az őt üldöző Sándor elől Közép-Ázsiába. Alexandros hadseregével utána ment, és üldözni kezdte a perzsa király gyilkosát. Nagy Sándor, amint megszerezte Dareios testét, egy király temetésben részesítette az elhunyt ellenfelét, és megígérte a perzsáknak, hogy bosszút áll a királyuk gyilkosain. Sándor ezzel a tettel a perzsák körében akarta elfogadtatni magát, mivel nagyon népszerűtlen volt a perszepolíci tűzvész óta. A perzsa nemesek körében úgy akarta elfogadtatni magát, hogy megengedte nekik, hogy továbbra is ők irányíthassák a tartományaikat, ha elfogadják Sándor törvényes uralkodójuknak szintén azért, hogy elfogadtassa magát a perzsa alattvalóival, átvette a perzsák szokásait is, és öltözködésében is a perzsa királyokat utánozta. Ráadásul Sándor átvette a proszkinézis szokását is, amely azt jelentette, hogy a főúraknak meg kellett csókolniuk a királyuk kezét, vagy le kellett borulniuk uralkodójuk előtt. Ez viszont már a makedón alattvalóinak nem tetszett, mivel ők csak az isteneiket akarták volna így megtisztelni. Ezért többször is jelezték Sándor felé nem tetszésüket. Különösen is gyerekkori barátja, Kratenus ellenezte ezt a persa szokást, és annyira a proszkinézis ellen volt, hogy egyszer még össze is szólalkozott Sándor jobb kezével, Héfaisztionnal, és kardot rántottak egymásra, mivel az a proszkinézist védte. Végül csak a makedón király közbelépésére csillapodtak le. Sándor Bészoszék után ment Közép-Ázsiába, hogy bosszút álljon harmadik oszon, sokáig üldözte is a Perzsa ellenkirályt, és közben elfoglalta Hürkániát és Áriát is. Miközben Bészoszt üldözte, rengeteg új várost alapított a térségben, ezeket mind magáról Alexandriának nevezte el. Krisztus előtt 329-ben Sándor átkelte a hindukus hegységen, és közeledett Bészoszt tartománya Baktria felé. Baktriában megijedtek a makedon hódítótól, és elűzték Bészoszt, valamint harc nélkül megadták magukat. Bészosz Szogdiána tartományába menekült, ahol serege már belefáradt a folyamatos bujkálásba, és nem voltak hajlandóak tovább menni. Így az itteni szatrapa Spitamenész elfogadta és átadta Sándornak. Ezt követően Sándor bevonult szokdiánába, és a térség vezetését Spitamenészre bízta. Harmadik Dareios gyilkosának pedig először levágatta az orrát és a fülét, majd pedig médiába vitte, és keresztre feszítette azon a helyen, ahol Bészosz megölette harmadik Dareioszt. Csak hogy amíg Nagy Sándor médiában volt, addig Baktriában és Szogdiánában Spitamenész vezetésével fellázadtak ellen alatvalói, és lemészárolták a tartományban hagyott görög és makedón katonákat. Nagy Sándor ezért odament leverni a felkelést, és Spitamenész elmenekült. Végül őt a következő évben egy sivatagi törzs lakói, a masszagéták gyilkolták meg, fejét pedig ajándékból elküldték Alexandrosnak. Baktriában, hogy a térséget Sándor biztosítsa magának, feleségül vette a szokdelőkelő előkelő Oxuártész lányát, Roxánét, Krisztus előtt 327-ben. Nekik a házasságukból még egy fiúk is született, Alexandros, aki viszont már csak Sándor halála után, Krisztus előtt 323-ban jött a világra. Alexandros észak-perzsiai bosszú hadjárata és a perzsáktól átvett szokásai nem tetszettek jó pár görög hadvezérnek. Az is különösen szúrta a szemét a görög katonáknak, hogy ős ellenségű gyilkosain kellene bosszút állniuk. Egyszer Sándor egyik leghűségesebb katonája, Fekete Kleitos szólalkozott össze a Makedón uralkodóval egy átmulatott éjszaka során. Kleitosnak ezen az éjszakán közölte Sándor, hogy lefokozza az életkora miatt tisztségéből. Ezért a Makedón katona elkezdte hangosan Sándor apját második Filipposz dicsérni. Ez a tett kifejezetten felbőszítette a makedón uralkodót, mivel ekkor már Sándor a napisten fiának tekintette magát, és vérszerinti apjáról hallani sem akart. Ezért az ekkor már részeg Alexandros egy árulástól tartott, és kiragadta az egyik őre és azzal ledöfte hűséges katonáját, aki még korábban a graniszkozi csatában megmentette a makedón király életét. Szintén ellenezte az észak-perzsiai hadjáratot és a proszkinézist Sándor egyik hűséges hadvezére Parameinon is, aki gyakran bírálta a Makedon tetteiért. Neki a fia Filótász pedig még apjától függetlenül egy összeesküvést tervezett Sándor ellen. Amikor ezt az összeesküvést megtudta Alexandros, akkor nagy haragra erjedt és kivégeztette Filótászt. Ráadásul még apját Parameinont is megölette, nehogy bosszút próbáljon állni fián. Ezekkel a tettekkel még ellenszenvesebbé vált Sándor makedón katonái körében, akik egy másik összeesküvést is szőttek uralkodójuk ellen Krisztus előtt 328-ban. Ebben az összeesküvésben még a királyi udvar történetírója Kálisztenész is benne volt. Sándor őket is könyörtelenül leverte, és még krónikását Kálisztenészt is letartóztatta, megkínoztatta, majd kivégeztette a következő évben. Nagy Sándor a perzsa hódításaiból jelentős pénzt juttatott haza Hellászba, ahol emiatt nagyon nagy jólétben élhettek a makedónok és a görögök. Viszont különösen is a makedónok helyzetét nehezítették Alexandros folyamatos háborúi, mivel egyfolytában kellett katonai utánpótlást küldeniük a hódító királyuknak, amely teljesen kimerítette az ország gazdaságát. Krisztus előtt 327-ben Sándor, hogy új célját teljesítse, Indiára támadt és seregével behatolt az Indus völgyébe. Az itteni indiai fejedelemségektől követelte, hogy hódoljanak be neki. Ezt viszont csak az egyik vezető, Omfis tette meg, akit Nagy Sándor bőkezően meg is jutalmazott. Azt, hogy Nagy Sándornak behódoljanak és elismerjék Istennek, néhányan nem voltak hajlandóak megtenni Indiában. Közülük a legjelentősebb vezető Pórosz király volt. Szintén nem ismerte el két indiai törsem Sándor vezető szerepét. Ők az Aspessiójok és az Assakenoik voltak. Ezért Krisztus előtt 326-ban egy hadjáratra indult ellenük. Előbbieket a Kunár völgyében győzte le egy véres küzdelemben, még maga Alexandros is megsebesült a harc során, mivel a vállát meglőtte egy nyilvessző. Ezután Massaga erődjére támadt, amit az Askenóik védtek. Itt egy még véresebb ostromot vívtak Sándor katonái, ahol ismét megsebesült a Makedón uralkodó. Ezúttal a bokáját találták el. A sok áldozatot követelő győzelmet követően Alexandros a város teljes lakosságát lemészároltatta, épületeit pedig leromboltatta. Szintén így járt az eskenóik által védett másik két erőd, Órá és Aornos is, amelyeket véres küzdelem árán bevett és leigázott a Makedón uralkodó. Ezt követően a legjelentősebb indiai uralkodóval pórosszal nézhetett farkas szemet a Makedón király. Vele a Hüdász Pész folyó partján csapott össze, és egy kemény csatában legyőzte ellenfelét. Alexandros lenyűgözte, hogy az indiai király milyen bátran harcolt ellene, és milyen jól alkalmazta harci elefántjait. Ezért a csata után egy tárgyalást kezdeményezett Pórosszal, ahol megegyeztek, hogy Pórosz behódol Sándornak, aki cserébe kinevezte a térség szatrapájává, és olyan területeket is adott neki, amiket korábban még Pórosz sem bitorolt. Valószínűleg a Pórosszal vívott csatában halt meg Alexandros szeretett lova, az ekkor már 30 éves Bukafálosz, aki végigkísérte Nagy Sándort hódító útja során. A makedón király meggyászolta lovát, és még egy várost is alapított a térségben, amit elhunyt lováról Bukefállának nevezett el. Nagy Sándor ezzel a győzelemmel teljesítette a célkitűzését, és a görögök által addig ismert világ királyává vált. Azonban Alexandros ezzel még nem elégedett meg, és tovább ment volna kelet felé hódítani, hogy elfoglalja a pórosszal szomszédos Magadha fejedelemséget. Viszont Sándor Makedón katonái eddigre már teljesen belefáradtak a folyamatos háborúzásokba, és teljesen kimerültek. Továbbá nem voltak hozzászokva az indiai monszun időjáráshoz sem, így betegségek tizedelték a seregét. Ezért, amikor a Hüffászisz folyóhoz értek, akkor a Makedón sereg megtagadta a vizen való átkelést, és fellázadtak Sándor ellen. Az ideges Alexandros végül beleegyezett, hogy hazamenjenek, és elindultak az indiai óceán felé. Viszont Nagy Sándor olyan helyeken keresztül akart volna hazajutni, amerre még eddig nem járt, hogy legalább láthasson valami újat. Ezért olyan népeken keresztül kellett átvonulniuk, akiket eddig még nem igáztak le, így csapatait ezek a népek folyamatosan fosztogatták. Az Indus mentén akart eljutni az indiai óceán felé amikor a málliai fellegvárat próbálta meghódítani, akkor egy olyan kemény ostromot vívott a helyiekkel, hogy még majdnem maga Alexandros is életét vesztette, ugyanis egy nyíl behatolt a páncéjába, és eltalálta a makedón király tüdejét. Amikor seregével Krisztus előtt 325-ben elérte az indiai óceánt, akkor csapatait három részre osztotta, és visszaküldte őket Perzsiába. Gyerekkori barátjára Kraterosra bízta a makedón veteránokat, Neárkoszra bízta a hadiflottáját. Őket még egy olyan feladattal is megbízta, hogy fedezzék fel a perzsa öböl partjait. Míg a fősereget pedig saját maga vezette. Itt megint egy ismeretlen terepre vezette csapatait, és a gedrossziai sivatagon keresztül közelítették meg Perzsiát. Ez egy nagyon nehéz terepnek bizonyult, mivel a hatalmas hőségtől folyamatosan haltak meg a katonái. Végül 60 napig bolyongtak a sivatagban, mire újra elérték Perzsia határát, és találkozhatott a három sereg. Amikor Krisztus előtt 324-ben újra egyesült Nagy Sándor serege, akkor Kráterosznak megígérte, hogy hazaküldi a veterányait, hogy a túlkoros és rokkant katonák visszamehessenek Makedóniába. A makedón harcosok azonban ezt a gesztust félreértették, és azt hitték, hogy Sándor csak meg akar szabadulni tőlük, hogy perzsa katonákkal tölthesse felseregét. A makedón és perzsa katonák között különben is folyamatos volt a feszültség Nagy Sándor seregében. Ezért a felbőszített makedón katonák fellázadtak uralkodójuk ellen, és nem voltak hajlandóak tovább menni. Sándor, amikor látta, hogy hajthatatlanok a makedón katonái, akkor elkezdte a persákat kinevezni a vezető tisztségekbe. Ezt látva a makedón harcosok gyorsan bocsánatot kértek Alexandrosztól, aki végül visszafogadta őket seregébe. A makedón és perzsa katonák megbékítésére Nagy Sándor Szúzába egy nagyszabású esküvőt tervezett, amely során 91 előkelő makedón katona feleségül vett 91 perzsa nőt. Itt legfőbb katonáit összeházasította a perzsa előkelők lányaival. Ez a tömeges esküvő egy hatalmas rendezvény volt, amely lakodalmában 5 napon keresztül mulatozott Nagy Sándor előkelőivel. Maga az uralkodó is megnősült Szúzában, és feleségül vette harmadik Darejosz lányát, Stateirát, ennek a Frigynek nagyon nem örült Sándor másik felesége, Roxani, aki tudta jól, hogy ha Státeire a fiút tudna szülni Alexandrosnak, akkor az lenne a birodalom trónörököse, mivel harmadik Dareios lánya jobban legitimálva volt Perzsiában, mint ő maga. A szúzai mennyegző tehát egy kifejezetten jelentős békítési terve volt Alexandrosnak, amelyel a makedón katonái körében igyekezett volna elfogadtatni az újonnal felvett perzsa szokásait. Például főbizalmasát tiont kinevezte vezírnek. Hűhadvezérét Tolémály azt pedig előkostolónak. Mindkét cím a perzsáknál volt szokás. A szúzai mennyegző házasságai azonban nem érték el a kívánt célt, és a legtöbb így kötött frigy még egy évig sem tartott ki. A Krisztus előtti 324-es évben egy szomorú esemény is beárnyékolt a Sándor életét, mivel ősszel Egbatanában meghalt legfőbb bizalmasa és gyerekkori barátja, Héfaisztion. Nagy Sándor gyerekkori barátja egy átmulatott estén annyit ivott, hogy a szervezete már nem tudta feldolgozni, és belehalt. Ez az esemény Alexandroszt nagyon megviselte. A rossz nyelvek azt terjesztették Sándorról, hogy több is volt közte és Héfaisztion között, mint szimpla barátság. Viszont erre történelmi bizonyíték nincsen. Minden esetre Nagy Sándor apjához a hét feleséget tartó második Filipposzhoz képest visszafogottabb volt a nők terén, és csupán csak három nőről, Bárszinéről, Roxanéről és Statejráról tudjuk, hogy kapcsolatban álltak. Megszokták még gyanúsítani Alexandroszt azzal, hogy az athéni származású tájszal is viszonyt folytatott, aki később majd katonájának, Tolemájosznak a szerelme lett. Viszont erre történelmi bizonyíték nincsen. Így, mivel apjánál visszafogottabb volt a nők terén, gyakorta megvádolták, hogy a férfiakhoz vonzódik. Viszont csupán egyedül egy Bagoász nevű eunukról maradt fenn egy olyan forrás, hogy viszonya lett volna Alexandrosszal, Héfájsz nem. Minden esetre Nagy Sándort barátja halála teljesen megviselte, az elhunyt Héfaisztion orvosát kivégeztette, elhunyt bizalmasának pedig egy óriási temetés rendezett Babilon városában. A gyászjeléjül lenyiratta minden ló és sörényét, valamint hosszú időre betiltatta a zenehallgatást is. Héfa sír síremlékére kb. 300 tonna ezüstöt szánt, és félistenként tisztelte barátja emlékét a Makedon király. Sándor a temetés után Krisztus előtt 323-ban már Babilonban maradt, amelyet birodalma fővárosává tett meg. Itt állítólag további terveket szőtt birodalma bővítésére és stabilizálására. Elméletileg tovább terjeszkedett volna, és meg akarta hódítani az arab félszigetet, India másik részét, és még a földközi tenger déli és nyugati részét is. Tehát ez alapján szembe került volna Rómával és Kártagóval is. Alexandros ezen kívül még monumentális építkezéseket is tervezett, valamint azt akarta még, hogy a keleti és nyugati népek keveredjenek birodalmában. Hogy ezekből a tervekből mik igazak és mik nem, azt nem lehet tudni, mivel előfordulhat az is, hogy ezeket csak Nagy Sándor hadvezérei nagyították fel, hogy halála után ne kelljen megvalósítaniuk Alexandros akaratát. Nagy Sándor kicsapongó szokásait barátja Héfeisztion halála sem változtatta meg, és ugyanúgy mulatozott tovább a Makedon király. Az alkohol és a folyamatos háborúk teljesen kimerítették a szervezetét, amely nem tudott regenerálódni. 32 éves korában, Krisztus előtt 323. júniusában megbetegedett és nem tudott felépülni belőle, így meghalt a makedón uralkodó. Nagy Sándor halálával kapcsolatban nagyon sok elmélet van, mind a mai napig. Vannak olyan elméletek, amik mérgezést gyanítanak a betegsége okának. Viszont ezeknek kicsi a valószínűsége, mivel 12 nap telt el a betegsége kezdete és a halála között ilyen hosszú hatású mérgek pedig nem igazán voltak ekkoriban. Az elhunyt uralkodó holttestét Egyiptomba szállították az általa alapított Alexandria városába, és ott is temették el. Sándor halálhíre nagyon hirtelen érintette birodalma lakóit. A Makedon király nem jelölt ki örököst maga után, így a hadvezérei egymás ellen elkezdtek mozgósítani, és egy durva hatalmi harc alakult ki közöttük. Kezdetben egy olyan megállapodást kötöttek, hogy Alexandros gyenge elmélyű féltestvére Filippos Archideus legyen a király harmadik Filippos néven, megosztva a trónját az ekkor terhes feleségétől Roxánétől származó utódjával, amennyiben fia lesz Alexandrosnak. Végül Roxáné ténylegesen fiút szült, aki negyedik Alexandros néven társuralkodója lett harmadik Filipposznak. Viszont a két király nem tudott egy erőteljes államot fenntartani, és egy nagyon durva helyzet alakult ki a birodalomban. Roxáné, akit Alexandros anyja Olimpiás is támogatott, elkezdett szervezkedni harmadik Filippos ellen. Végül Alexandros féltestvérét maga Olimpiás gyilkoltatta meg, Krisztus előtt 317-ben. Szintén rosszul járt Alexandros másik felesége, a szózai mennyegzőn elvett Stateria, akit Roxáné különösen is gyűlölt. Őt és testvérét Roxáné meggyilkoltatta, majd holtestüket egy kutba dobta bele, amit földeltöltött fel. Így úgy nézett ki, hogy anyja negyedik Alexandrosnak biztosítani tudta a trónt. Roxáné megegyezett Alexandros egyik hadvezérével, Kassandrosszal, hogy amíg fia kiskorú, addig ő irányítja majd Makedóniát. Azonban Kassandros igazából magának akarta a tényleges hatalmat megszerezni, és ezért Krisztus előtt 310-ben meggyilkoltatta Roxánét és a 13 éves negyedik Alexandroszt, sőt még Nagy Sándor anyját, Olimpiást is, az egyeduralomra pályázó Kassandrosz mindenkit meg akart ölni, aki Nagy Sándor családjához kapcsolódott valamilyen formában, hogy ne lehessen trónkövetelő. Így nem menekült meg Alexandrosz korábbi szerelme, Bárszini és a fia Héraklész sem, akiket Krisztus előtt 309-ben meggyilkoltatott. Így 13 évvel a világbirodalmat felállító Makedon király halála után nem maradt senki sem életben közvetlen családjából. Kassandros azonban nem tudta egyben tartani az óriási birodalmat, és Nagy Sándor halála után egy 40 évig tartó háború robbant ki közte és Alexandros többi hadvezére között. A négy legjelentősebb hadvezér közül Ptolemaiosz Egyiptomot, Kassandros Makedóniát és Hellást, Szeleukosz Mezopotámiát és Szíriát, és Lüssimákosz pedig kis kapta meg. Viszont Lüsimákoszt a későbbiekben egy csatában megölték, így összesen három nagyhatalom maradt fenn Nagy Sándor birodalmából. Egyiptomban végül Ptolemaios utódai, a Ptolemaidák, Perzsiában Szeleukos utódai, a Szeleukidák, míg Makedóniában pedig Kasszandros utódai, az Antikonidák szerezték meg a tront. Így nem tudott egyben maradni Nagy Sándor hatalmas birodalma. Nagy Sándor a világtörténelem egyik legjobb hadvezére volt, aki fiatalkora ellenére egy óriási birodalmat hozott létre. Az ifjú és tehetséges hadvezér soha nem veszített csatát, és a görög és makedón csapatai élén elfoglalta a korszak legjelentősebb birodalmát, Perzsiát, és még tovább is növelte területeit. Az a célja, hogy a helléneket egyesítse a perzsákkal, nem jött össze, mivel bohém élete miatt egészsége már 32 éves korára teljesen megromlott. Minden esetre óriási birodalma hiába nem tudott egyben maradni, hódításai hatására összekapcsolódott a görög és az ókori keleti kultúra, és az így létrejövő hellenizmusban még csodások, alkotások és kulturális élet keletkezett, még bő 200 év, de ez már egy másik történet. Ez volt a Nagy életét és hódításait bemutató A Ha tetszett, nyomj egy és iratkozz fel a csatornára.